10 óráig a pénzügyi egészségről beszélgettünk, 0630 9666. Ide várjuk kérdéseiket és üzeneteiket is, ha beszámolnának élethelyzetükről, tapasztalataikról, azért is hálásak lennénk. Két vendégünk érkezett a stúdióba, a pénzügyek és a pszichológia világából. Elsőként Pap Juditot köszöntöm, aki a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi ismeretterjesztési központjának főosztályvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És professzor Németh Erzsébet is velünk tart, szociálpszichológus, a pénzügyi kultúrakutatások vezetője, a Magyar Nemzeti Bank pénziránytű alapítványánál. Jó napot kívánok önnek is! Köszönöm szépen a bemutatást, jó napot kívánok! Mit jelent ez a fogalom, amelyet önök talán gyakrabban használnak, a köznyelv szerintem még, vagy a közbeszéd kevésbé, pénzügyi egészség? Ezek szerint mérhető, hogy a pénzügyi stabilitásunk hatást gyakorol a fizikai vagy a mentális egészségünkre? Nagyon izgalmas kérdés, ami most így felvetődött, és azt tudom mondani, hogy nagyon előremutató, mert hogy pénzügyi tudatosságról, pénzügyi kultúráról már elég régóta beszélünk, és ez a pénzügyi egészség, ez egy viszonylag új keletű kifejezés. Talán úgy lehetne mondani, hogy a tudatosság az egyrészt ismeret, másrészt magatartás, attitűd, de a pénzügyi egészség az valahol ezeknek az eredménye. Tehát, hogy én tulajdonképpen hogy érzem magam a bőrömben pénzügyi szempontból, és ez annyira új jelenség, hogy mi is az elmúlt egy évben kezdtünk vele foglalkozni részben nemzetközi minták alapján. Nagyon leegyszerűsítve azt mondjuk, hogy ha pénzügyi egészségről beszélünk, és a normál egészségünkre gondolunk, akkor ez valamilyen stabilitás, igaz? Meg azt is jelenti, hogy az egészségi állapotunk azért is jó, mert hogy a háttérben az immunrendszerünk is erős. És hogy vajon ez hogyan érhető el? És arra jutottunk, hogy alapvetően négy nagyon fontos tényező van. Az egyik az, hogy milyen az anyagi helyzet. Egyrészt a valós anyagi helyzet, másrészt mit érzünk mi a saját valós vagy a saját anyagi helyzetünkről, korlátoz-e engem abban, hogy fontos dolgokat elérjek, nyugodt vagyok-e az anyagi helyzetemet illetően. Tehát ez az egyik nagyon fontos kérdés, amit érdemes megvizsgálni. A másik, hogy tartunk-e kontrollt a pénzügyeink felett? Tehát, hogy időnként mondjuk átgondoljuk-e, figyeljük-e? Igen, és kontrolláljuk-e a kiadásainkat, tudjuk-e, hogy mennyit költünk, adott esetben követjük-e a családi költségvetést, kiadásbevételt, ez mind-mind fontos, ami hozzájárul hosszú távon ahhoz, hogy pénzügyileg egészségesek legyünk. Aztán milyen a megtakarítási képességünk, illetve akarjuk-e, hogy legyenek megtakarításaink? Kifutunk-e hóvégén a pénzből, vagy maradt tartalék? Tudatosan törekszünk-e arra, hogy legyen tartalék? Rendszeresen megtakarítunk, akár kis összeget is, stb. Vannak-e pénzügyi céljaink? Ez ugye, egy harmadik láb, amiről most beszélünk. Igen, hogy mire akarunk megtakarítani, mert úgy könnyebb. Illetve a negyedik, ami egy nagyon fontos tényező, amit úgy szoktunk mondani, hogy pénzügyi ellenálló képessége a családnak, ami a jelen helyzetben nagyon fontos. Gondoljunk arra, hogy elromlik mondjuk a hűtőszekrény, igen, az egy viszonylag nagy összegű kiadás. Van-e a családnak annyi pénze, hogy hitel nélkül meg tudja venni? Tehát ez az ellenálló képesség. Fonálom. Ellenálló képesség, stressztűrő képességnek is szokták mondani, de a másik, ami még fontosabb, hogy ha elveszíteni a fő jövedelmét mondjuk a család, mennyi ideig tudnák kibírni a tartalékaik terhére. És gondoljunk bele, hogy mondjuk egy munkanélküliség gyakran 3 hónapnál is hosszabb. Tehát nagyon röviden ezek a fő tényezők, és ezeknek az összességéből áll össze aztán, hogy pénzügyileg mennyire vagyunk stabilak, magabiztosak, mennyire érezzük magunkat jól a bőrünkben. Pap Judit válaszolt az elmúlt percekben, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi ismeretterjesztési központjának főosztályvezetője, és mondta, hogy a pénzügyi kultúráról és tervezésről, vagy ezekkel legalábbis ez összefügg, abszolút, meg ennek a hiányával is. Természetesen, igen, tehát ez a pozitív változat, ha ezek hiányoznak, akkor az egészség romlik. A pénzügyi egészség először, és a pénzügyi egészség, és annak aztán hosszú távon vannak nyilván egyéb hatásai is. Igen. Mielőtt megszólítanám Németh Erzsébet professzort is, azelőtt szeretnék megosztani egy üzenetet. Hallgatónk azonnal jelentkezett. Kicsit a tücsökre hajazok, írja, és milyen önironikus, vagy legalább önreflektív. Nem aggódom a pénz miatt, ez az első mondata az üzenetének. Nem tagadok meg magamtól egy éttermi étkezést, egy kávéházat, sütizést, viszont nincsen autóm, csak biciklim, a megtakarításaim pedig fél évre lennének elegendőek. Ehhez mit szólnak? Ez azért szerintem nem annyira rossz, bár azzal kezdődött, hogy kicsit a tücsökre hajazok. Igen, ami nagyon érdekes,
hogy a pénzügyi egészség fogalma új, de viszonylag régóta vizsgáljuk azt, hogy mi okoz pénzügyi védettséget, és mi okoz pénzügyi sérülékenységet, illetve mennyire aggódnak akár az egyetemisták, hogyha őket mérjük, akár óriási mintán is tudunk mérni, például pénzügyi személyiséget, most már valami 60 ezeren töltötték ki az erről szóló tesztet. Megpróbálunk rájönni arra, hogy mi okoz mondjuk egy pénzügyi betegséget, milyenek ezek az emberek, stb. Na most nézzük akkor ezt a... Mert akkor magát... ezek szerint előfordulhat az, hogy az önök szemével, vagy a hazai átlaghoz hasonlítva egy egyén, vagy egy háztartás egészen kiegyensúlyozottnak tűnik, de belül ők mégis azt érzik, hogy szoronganak, vagy hogy meg kell gondolni, meg kell fontolni, hogy mit csinálnak. Mi azt találtuk, hogy a társadalmunknak egy a 20-25%-a, egyébként még az egyetemistáknak is, úgynevezett aggódó költekező. Tehát költekezik, és közben aggódik, vagy így költekezik, van. Ezért aggódik, így van. De újra költekezik. Ők azok, akik, mondjuk annyival egészíteném ki, hogy a legújabb kutatásaink szerint azt látjuk, hogy igen, ők sokat aggódnak, és nagyon nehezen állnak ellen a fogyasztói társadalom kísértéseinek. Egy kicsit olyan impulzív vásárlók, nem tudják kontrollálni a pénzüket, és valóban azt is találtuk, hogy a pénzügyi tervezés, a célok kitűzése és az ahhoz megfelelő stratégia készítésben is nehézségeik vannak, illetve nem meglepő módon ilyen szociodemográfiai összefüggések is vannak, hogy bizony az, hogy valakinek van munkája vagy nincsen munkája, egészséges vagy nem egészséges, mennyire tanult, vállalkozó vagy alkalmazott, az a pénzügyi magatartását és egészségét is befolyásolni tudja. De vannak nagyon érdekes összefüggések, és most egyet emelnék ki, hogy megvizsgáltuk azt, hogy egy 36 kérdésből azok, akik a nyomasztóan sok az adósságom kérdésre magas pontszámot adtak, ugyan milyen más kérdéseknél adtak magas pontszámot? Mivel függhet ez össze? Na jó, hát igaz, kijött minden, amit a Judit mondott, de a legesleg súlyosabb veszélyeztető tényező az volt, ha valaki azt mondta, hogy szeretem kipróbálni a szerencsémet. Oh. És aztán utána további kutatások, illetve megnéztük a szakirodalmat is, hogy van az embereknek van egy stabil tulajdonságuk, az szerint, hogy külső kontrollos attitűddel rendelkeznek, vagy belsővel. És a külső kontrollos attitűd például azt jelenti, hogy másoktól várom a boldogulásomat, szerencsére hagyatkozom, nem bízom magamban, nem tudom kontrollálni magamat, másokat teszek felelőssé azért, hogyha valami baj van. És ez például egy olyan személyiségjegy, amelyik úgy tűnik, hogy az főleg a szerencse kipróbálásán keresztül akár veszélyeztethető is legyen. Ezek nagyon mély kutatások, hiszen a pénzügyi egészségnek, a jelenségének a mélyebb okait kutatni, na ez egy nagyon érdekes kutatói feladat egyébként. Ezt meg is értem, ez nagyon izgalmasan hangzik. Hallgatóink közben üzentek, ezeket én itt igyekeztem átolvasni. Egyik hallgatónk azt írja, hogy ma egy boldog és elégedett nyugdíjas vagyok, de ennek ára volt. Annó vállaltam a lakhelyemtől 200 kilométerre lévő munkahelyet, nem volt könnyű, de azt mondtam, hogy abba is bele lehet betegedni, hogyha nem tudom fizetni a számlákat. Köszönjük az üzenetet. Ez egy abszolút fontos információs üzenet, igen. Én azt tenném hozzá, írtam is ebben kapcsolatban ilyen kis rövidebb blogokat, vagy talán még rövidebb cikkeket is. Német úgy kezdődött, hogy a nyugdíjasok tudnak valamit. Oh. Ez azt jelenti, hogy azt mértük, hogy a jövedelem az a pénzügyi sérülékenységnek a legjobb, tehát hogy az a legjobb ellene, és megnéztük azt, hogy jövedelemtől bizony függ. Kivétel egy kategória, egy foglalkozási kategória, hogy a nyugdíjasoknak a pénzügyi sérülékenysége az ugyanolyan volt, mint a foglalkoztatottaké, átlagos egyébként. Igen. Valamit tudnak. Szerintem azt, amit ez a hölgy elmondott, hogy dolgozni kell, készülni kell, takarékoskodni kell, hihetetlenül be tudják osztani a jövedelmüket, kicsi jövedelemből is tudnak azért ajándékot venni a unokák. Tehát valamit tanulhatunk tőlük,
Mert a sérülékenység úgy tűnik, illetve az egészség, az valamiképpen ezzel a típusú magatartással, amit egyébként Judit mondott, összefügg, és nagyon örülök ennek a hozzászólásnak, mert a témánk szempontjából nagyon biztató. És én most megtoldanám ezt még egy témával, pedig Pap Judit már jelezte a szemében, hogy szeretne válaszolni, mindjárt erre is sor kerül, de a krónika után, tehát 4:11 után jogi szakértőnk Kator Zoltán azzal kapcsolatban fog tanácsokat adni, hogy nyugdíjasként vagy 60 pluszosként hogyan vállalhatunk munkát. Ha kérdeznék őt, akkor kérem, hogy írjanak SMS-t 0639666, ez a jól ismert telefonszámunk, és akkor kérdezem Juditot, hogy mivel szeretnék kiegészíteni azt, amit Erzsébet mondott. Azzal, hogy ezek a jelenségek is azt mutatják, hogy tulajdonképpen az élet a legnagyobb tanítómester, mert hogy az idősebb generáció, sokan közülük rá voltak szorítva arra, olyan körülmények között éltek, ahol valahol a beosztás, a takarékosság, a holnapra gondolás az élet része volt. Gondoljunk az háború utáni időszakra, vagy akár a történelmi évtizedekre, és hogy ezt tapasztaljuk most is, mert például az előző hölgy említette, hogy ő kicsit tücsöknek érzi magát, és a mi méréseink is azt mutatják, hogy a magyar társadalom hajlamos arra, hogy amikor jól mennek a dolgok, konjunktúra van, jövedelembőség van, reál jövedelem növekedés, akkor tücsökké válik, többen engedik el a gyeplőt. Mit jelent ez? Nem figyel arra, hogy mit költ, impulzívan vásárol, a pénz arra való, hogy elköltsük, nem csinál költségvetést, nem kontrollálja a pénzügyeit, mert hogy a mának él. Ez egyik oldalról egy lehetséges életstratégia. Most, hogy bekövetkezett a dekonjunktúra, az infláció, a reáljövedelem csökkenés, azt mutatják a méréseink, hogy hihetetlen módon megnőtt azoknak a száma, akik pénzügyi tervet készítenek, akik költségvetést készítenek, kontrollálják a pénzügyet, mert rájöttek arra, hogy enélkül nehezebb. Tehát a nadrágszíjat, ha meghúzzuk, mert meg kell húzni külső hatásokra, külső vezéreltség, akkor ezt tudjuk csinálni. Ha magunkra van bízva, akkor itt ugye nagyon nagy a szórás, hogy tücsök, hangya, de ez egy általános jelenség, és tényleg ezt látjuk, infláció. 2 évvel ezelőtt, amikor azt kérdeztük az emberektől, hogy az infláció fogalmával mennyire vannak tisztában, 70% tudta. A 2023-as mérés szerint 98%. Megtanulták az életből. Igen. Mi először eltesszük a megtakarítást, írja egy harmadik hallgatónk, azt hiszem, akinek az üzenetét itt most idézem, és a maradék pénzből tücsök mód élünk, így egyébként lesz valamiféle hátterünk, mégsem szorongunk. Ez egy jó pénzügyi stratégia. Az az igazság, hogy tehát ez azon alapul, hogy az élet az bizony egy hullámvasút. És hogyha nem teszünk félre, hanem az egészet eltücskösködjük, amikor nehézségek vannak, akkor nem lesz mihez nyúlni. És ez a fajta gondolkodás rendkívül fontos, egyébként társadalmi szinten is, ugye úgy hívja ezt a közgazdaságtan, hogy anticiklikus gondolkodás, tehát a ciklusokat szépen kiegyenlítjük, úgyhogy talán ez egy egyik legfontosabb dolog, hogy bizony tegyünk félre, és készüljünk erre, különben nagy bajok lehetnek, így van. Van egy kritikus hallgatónk is, aki azt veti föl, hogy az ő tudása szerint a lakosság 40%-ának legalább nincsen egyáltalán megtakarítása. Ő önmagáról azt írja, hogy 57 éves, diplomás ember, de a diplomája nem piacképes, és 15 éve igyekszik félretenni, de 100 000 forintot sem sikerül, betegségei vannak, és folyton megszűnnek a munkahelyei is, így aztán hiába próbál takarékoskodni és semmire sem költeni, nem tudja magáról elmondani, hogy bármennyi megtakarítást fölhalmozna. Igaz ez, vagy ez az adat, amit ő megosztott, hogy a lakosság 40%-ának nincsen abszolút, megtakarítása? Tehát ez egy teljesen helytálló adat. Nagyon izgalmas, mert hogy pont a jövő hét elején fog indítani a Magyar Nemzeti Bank egy takarékossági kampányt, aminek az a szlogénje, hogy sok kicsi sokra megy. Tehát ugye a kérdés az, azt szokták mondani, sok pénzből könnyű megtakarítani, pont a nyugdíjasok példája mutatja, hogy kevésből is lehet, és hogy mi ennek a módja, nyilván eltérő élethelyzetek vannak, nincs általános recept, de azt szoktuk mondani, és végül is az egyik hozzászóló is erre utalt, hogy
ne az legyen a megtakarítás, ami a hó végén megmarad. A megtakarítás legyen az első lépés. És hogyha el lehet érni azt, hogy mondjuk a bevétel 10%-át a család elteszi a hónap elején, és azt mondja, hogy ez egy tudatos megtakarítás, akkor azokból már összegyűlhet egy év alatt akár egy havi tartalék is, ami ugye lehet fontos. A másik, amiben a kampányunkban is nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, az az úgynevezett pénznyelő szokások. Milyen olyan szokásaink vannak, amit lehet, hogy nem is veszük észre, hány kávét iszunk egy nap, visszük-e az ebédet, vagy pedig a kantinban eszünk, adott esetben rendeljük az ételt, mennyit költünk gyerekjátékra, mennyit költünk cipőre, és ennek mennyi a havi vonzata, és mennyi az éves vonzata, ha ezt nem tennénk. A harmadik, ami szintén egy erős irány lehet, hogy vannak olyan akár pénzügyi szerződéseink, akár például telekommunikációs szerződéseink, amit nagyon gyakran éveken keresztül nem vizsgálunk át. Aha, tehát, hogy úgy marad, lehet, hogy nem használjuk ki, lehet, hogy nem abszolút. A számunkra legideálisabb, mert az élethelyzetünk megváltozott, vagy ez az előfizetés. Már nem adekvált, vagy lehet, hogy egy másik szolgáltatónál volt, csak gondoljunk a kötelező felelősségbiztosításra, nagyon jó ajánlatokat lehet találni a következő évben másszor. Tehát ezeket érdemes megnézni, és adott esetben ezekből összegyűlhet valamennyi megtakarítás, és ezért is mondjuk azt, hogy sok kicsi sokra megy. 3 percünk maradt most már, igen, a beszélgetés vége felé közeledünk. Én csak figyelmet a legújabb kutatási eredményünkre, meg is fog jelenni nemzetközi labba, az a cím, hogy rendértéket teremt. Ami azt jelenti, hogy azt mértük, hogy aki rendet tart a pénzügyeiben, amit egyébként említett Judit is, az hajlamos rendet tartani a holmiai között is, és egyébként mindenféle munkával rengeteget lehet spórolni, mert például rendet tartunk a számláink között, és rendet tartunk a holmiaink között, és nem veszünk meg fölöslegesen dolgokat. És bevásárlólistát készítünk, és én minden nap elmondom a családomnak nagyjából, hogy bevásárlás előtt szemlét tartani a hűtőbe, elhatározni, hogy mit fogunk enni, és úgy vásárolni, mert különben ránk rohad már, bocsánat. És ez a rend, ez egy általános személyiségvonás, ami egy nagyon fontos védőfaktor például. Tehát ezeket nagyon érdemes megvizsgálni és erről kommunikálni. Köszönjük a lehetőséget. Németh Erzsébet szociálpszichológustól kaptunk néhány tanácsot az elmúlt pillanatokban, és előtte már Pap Judittól, a Magyar Nemzeti Bank munkatársától is, miszerint akkor 10%-ot félretenni a bevételeinkből, az például egy jó kiinduló alap lehet. Ez lehet akármennyire kicsi is. Igen. Ha valaki úgy érzi, hogy szívesen kapna még tanácsokat, hová forduljon, hol olvasson, mit kutasson? 3 irányt tudok mondani. Nyilván elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank honlapját, hiszen ott a pénzügyi navigátor programunk rengeteg honlapcikkel, kisfilmmel, füzettel, termékválasztó alkalmazással várja az érdeklődőket. Ez a felnőtteknek szóló irány, és ki kell, hogy emeljem, hogy van egy országosan elérhető pénzügyi tanácsadó irodahálózatunk, ami az összes megyeszékhelyen ingyenesen elérhető. Meg lehet nézni a honlapon, hogy pontosan hol, milyen nyitvatartással, és egyénre szabott tanácskéréssel is lehet odafordulni, tehát ez nagyon fontos. A másik, ami inkább iskolásoknak, gyerekeknek szóló, az a pénziránytű alapítvány. Hihetetlen sok tankönyv, applikáció, minden egyéb található, de felnőttek számára is lehet izgalmas, és ne felejtsük el a pénzmúzeumot, ami másfél éve nyílt, felnőtteknek, diákoknak egyaránt alkalmas, és most már ott tartunk, hogy 140 ezer látogatónk volt, és nagyon-nagyon rangos nemzetközi díjakat is kapott. Pap Juditot hallották, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi ismeretterjesztési központjának főosztályvezetőjét, és Németh Erzsébet szociálpszichológus, még egy pillanatra arra kérem, hogy erősítsen meg engem abban a kialakult képemben, hogy a pénzügyeinkről beszélni nem tabú és nem szégyen, a kettő között van egy természetes egyensúly, kérjünk segítséget, hogyha úgy érezzük, hogy szükség van rá, ugye? Mindenképpen ez egy nagyon fontos dolog. Kicsit szégyeltünk erről beszélni régebben. Úgyhogy az, hogy most már pénzügyi egészség, meg pénzügyi kultúráról lehet beszélni, ez nagyon fontos, mert az igazán sérülékeny embereknek igenis szükségük van segítségre, és nem csak nekik segítünk, hanem családuknak, a gyerekeknek. Szóval ez egy az életünknek egy ilyen alap kérdése, és nagyon mély okok tudnak húzódni amögött, hogy nehéz élethelyzetbe kerülünk esetleg. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy eljöttek, és a tanácsokat is igyekezzük őket nem csak meghallgatni, hanem meghallani is. Köszönöm, hogy itt voltak.